Bangkok belvárosában vagyunk, mögöttem egy több emeletes irodaház, mellettem üzletek, és nem messze innen van a városháza. Egy dologban mégis különbözik ez a város a többitől. Szolnok belvárosába minden télen beköltöznek a környező erdőkből a füles baglyok. A baglyoknak olyan testfelépítése van, hogy nincs rajtuk zsírpárna. Egy ilyen lekopaszított bagoly, az nevetségesen kicsi ehhez a fölfuvalkodott nagytestű hószákhoz képest. Nem bírják a nagy hideg teleket, így próbálják átvészelni, hogy bejönnek az emberitelepülésre, este kimennek, napközben itt szépen szunyókálnak. Itt azért elviselhetőbb a hideg, jobban talál védelmet a hideg ellen. Köszönjük, nagyon jó vannak, és itt évtizedes nagyságrendben itt vannak ezek a országok. Körülbelül a város teljes területén ezernyi madár van ilyen, ezernyi példányban van. Van a füles bagolynak, ha jól tudom, de mondja, hogyha nem így van, ilyen köpete. Úgy van. És azt lehet itt látni? Hozok vagy... is egyet, van... hozok is egyet, tessék filmezni. Ez egy állkapocs darab itt, ez egy állkapocs. Elég nagy állkapcsa volt. Igen, igen, és itt vannak benne a fogak. Itt vannak benne a fogak. De ez mi lehetett? Patkány, egér, pocok, egér volt. A szolnokiak megszokták, szeretik a bagjaikat? Szeretik. Van olyan, iskolákkal, óvodákkal is kapcsolatban vagyok, van olyan, hogy a óvónénik idehozzák a kisgyerekeket bagjot nézni. Nagyon szuper.